Ez az a nap, amit az Úr szerzett, örvendezzünk, vígadozzunk ezen a napon. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a 468. dicséretet keressük ki, a 468. dicséretet énekeljük. A 468. dicséretnek minden versét énekeljük, a zenekar kíséretével énekeljük közösen. Istennek igéjét hallgassa meg a gyülekezet úgy, amint az írva van Pál apostolnak a Filippiekhez írott levelében, a második fejezetben az 5. verstől kezdődően. Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írott levelében, a második fejezet 5. versétől kezdődően a 11. versig így szól Isten igéje. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt, amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. És amikor emberi formában volt, megalázta magát, engedelmes volt haláláig, mégpedig a kereszt haláláig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon,
mennyeieké, földieké és a föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és az adventről, amikor ma olyan sok mindent hallunk és látunk az adventtel kapcsolatban, az adventről a legfontosabbat kell tudnunk, mégpedig azt, hogy kiről szól, kit várunk, azt a Jézus Krisztust, aki eljött közénk, akiről ezt a gyönyörű himnuszt hallottuk az idén, az előbb, az imént, és azt a Jézus Krisztust várjuk, akiről most az ének fog szólni. Jézus, te égi szép, és egy adventi szöveggel megírt ének a Krisztus Urunknak áldott születésén dallamára. Hallgassuk nyitott szívvel.
Mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megszenteltetése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassátok meg, szeretett testvéreim, úgy, amint írva találhatjuk ezt a Lukács evangéliumában, a Lukács evangélium a 15. fejezetében, a 11. verstől a rész végéig, eképpen. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának, atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhénység támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk, és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott. Elveszett, és megtaláltatott. És vígadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni, de az apja kijött és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának, látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsolatodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecske gidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodott, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk! Érezzük és tapasztaljuk azt, hogy az egyik legnehezebb dolog várni. Várni mindarra, amit elkészítettél a számunkra, olyan nehéz türelmesnek maradni. De szeretnénk türelmesek lenni. Ugyanakkor látjuk azt is, hogy be vagyunk szorítva az idő korlátai közé. Advent kezdetén arra kérünk, segíts megtalálni a szívünk csendjét. Segíts az előttünk álló napokat felhasználni arra, hogy karácsony estére mi magunk is megérkezhessünk a világ megváltójához. Bocsásd meg, Urunk, amikor sietünk, amikor csak úgy elsétálnánk melletted. Formálj, alakíts bennünket ezen az Isten tiszteleten is, igéden keresztül, az énekeken keresztül, zenén keresztül. Hadd legyünk készen. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen.
elveszni és megtaláltatni. Ez az üzenet szól ma hozzánk, már csak azért is, mert mi valamennyien elveszettek vagyunk, de Jézus Krisztusban Isten megtalált, hogy hazavezessen. Foglaljuk el helyünket, készüljünk az ige meghallására, az Örömhír Kamara Együttes énekét, szolgálatát hallgatjuk, akik arról énekelnek, hogy Krisztus megváltott minket. Szeretett testvéreim, Istenek igéjét, melynek alapján ez a Szentlélekének segítségül hívásával elültetek szólni kívánok, a Lukács evangéliumából olvasom, a 15. fejezet 20. és 24. verseiből eképpen. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Mert ez az én fiam, meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Szeretett testvéreim, sokszor előfordul az ember életébe az a különös helyzet, hogy bizonyos oldalon áll, és nem érti azt, ami a másik oldalon történik, hogy miért is történnek úgy az események, ahogy történnek, hogy miért esett bele éppen abba a helyzetbe, amiben benne van. Azt gondolom, hogy mindnyájunk számára izgalmas ez a kérdés. Megérteni a másik oldalt, vagy a másik oldal értsen meg engem, aki másképpen gondolom, és másképpen látom a dolgokat. Amikor ismeretlen titkokról lebben fel előttünk a függöny, és meglátunk, és megismerünk, megértünk dolgokat, akkor néha átjár az az örömteli érzés, és átjárhat bennünket az az örömteli érzés, hogy most már értjük. Értjük, hogy miért történtek azok a dolgok. Értjük, miért történt velünk éppen az a dolog, amiről nem mindig tudtuk, hogy miért, amiről nem mindig értettük, hogy miért kellett megtörténnie. Vagyis, hogyha
egy változás történik az életünkbe. Ez a változás sokszor átállíthatja a látásunkat. Megvilágosíthat bennünket, és a teljességet láthatjuk. Ritka és nagyon nagy pillanatok ezek az ember életében. Ritka ajándékok. És olyankor valami öröm, valami teljes öröm az, ami betölti az életünket. Az is előfordul, hogy valamitől, ami fontos volt nekünk, vagy amiben benne voltunk, amiről mindent tudtunk, valamilyen dolog miatt eltávolodunk. Aztán egyszer csak feltörnek az emlékek. És amikor visszatekintünk, akkor értjük meg, akkor tudjuk értelmezni a másik oldalt. Tegnap olvastam egy nagyon kedves történetet erről a másik oldalról. Egy kisfiúról szól a történet, akit megfenyeget három nagyobb, erősebb fiú, és meg akarják mindenképpen félemlíteni őt. Aztán, amikor szembe kerülnek, akkor ez a kisfiú nagyon érdekes dolgot tesz. Húz a porba egy vonalat, és a legnagyobb hangúnak és a legfélelmetesebb fiúnak azt mondja, hogy ugye nem mered átlépni ezt a vonalat. Dehogy nem, nevet a nagyfiú, és abban a pillanatban átlép a vonalon. És a kisfiú azt mondja, így már rendben van, mert most már egy oldalon állunk. Sokszor előfordul az életünkbe ez, hogyha egy oldalra kerülünk, ha ugyanazon az oldalon állunk, akkor mindjárt másképpen értelmezhetjük a helyzetünket. Mert mindjárt más megoldást találhatunk. Nos, Advent ezt kínálja számunkra. Egy oldalra kerülhetünk. Mert Isten hazavár bennünket, mert Isten azt várja tőlünk, hogy az ő oldalára lépjünk. Miért is nincs ott az ember? Sokféle magyarázatot ismerünk. És akik ott állunk az ő oldalán, azok számára megerősítést és reménységet adó örömhír ez, hogy ott állhatunk azon az oldalon, amelyik oldalon Isten is áll. Mert ezen az oldalon állni bizonyosságot jelent. Van egy ma használatos szó. Létbizonyosság. Az Isten oldalán állni ezt jelenti. A pszichológusok szerint a mai ember egyik legnagyobb problémája ugyanis testi és lelki bajainak egyik fő oka a létbizonytalanság. Azért, mert semmi sem maradandó ebben az életben. Azért, mert a ma embere nem tud mibe kapaszkodni, mert nem tud visszatekinteni. A ma emberének legnagyobb tragédiája az, hogy mindig csak előre néz. Soha nem néz vissza, mert nem mer visszanézni. És soha nem néz fölfelé. Vissza azért nem néz, mert fél meglátni azt, ami mögötte van. És felfelé azért nem néz, mert akkor tükörbe kellene néznie. Mert Isten megmutatja az ember valódi arcát. Persze Pál apostolnál olvasunk egy mondatot, amikor azt mondja, hogy amik hátam mögött vannak, azt elfelejtve, igyekszem előre, a cél felé. Azonban, amikor ő elmondja ezt a mondatot, ő előtte már felnézett. Felnézett arra a Krisztusra, aki őt elhívta, aki célt ad az életének, ezért van bátorsága a háta mögött lévőt elfelejteni, és előre tekinteni, úgyhogy közben felnéz. A tékozló fiú példázata egy nagyon jól ismert történet. Nagyon sokan ismerik. És amit most hallottunk
Az a néhány mondat, amit most kiemelek belőle, hihetetlen gazdag üzeneteket hordoz, adventi üzeneteket. Mégpedig azt, hogy sohasem késő a másik oldalra állni. Hogy mindig van lehetőség, amíg tart a kegyelmi idő, átlépni azt a vonalat, átlépni azt a korlátot, amit sokszor mi húzunk magunknak. A másik oldalra vissza lehet térni. És milyen nagy kiváltság a szeretett testvéreim, hogy mi a másik oldalon tudhatjuk magunkat. Hogy akkor vagyunk igazán jó helyen, hogyha ebben egészen bizonyosak vagyunk. Mert a mi atyánknál öröm ünnep készül. A mi atyánk erre hív bennünket, a mi atyánk erre vár bennünket öröm ünnepre. Hogy megajándékozzon önmagával. Ebben a történetben arról szoktunk beszélni, ami a kisebb fiúval történt, a tékozlásról. Pedig ebben a történetben két fiúról van szó. Van a kisebbről, aki elmegy, aki otthon hagy mindent, aki hátat fordít az apának, és van a másik, aki viszont otthon marad. És tudjátok, mi a nagyszerű ebben a történetben? Hogy az apa, amikor megszólítja a fiúkat, mindkettőnek ugyanazt a mondatot mondja el. Ez a mondat pedig így hangzik. Az én fiam elveszett, és megtaláltatott. Meghalt, és feltámadott. Ugyanazzal a mondattal szólítja meg őket. Az apa. Amikor mindkettőnek át kell állni a másik oldalra, akkor nincs más lehetőség. Kezdjük az otthon lévővel. Mondjuk azt, hogy az egyházon belül élőkkel. Nagyon érdekes az, ahogy az atya ehhez a fiúhoz fordul. És amint mondtam, ugyanazt a mondatot mondja neki. Miért? Azért, mert az atya nagyon jól tudja azt, hogy ennek az otthon maradt fiúnak a szívében, lelkében ugyanazok a vágyak, ugyanazok az érzések forrongnak, és ugyanúgy lázadni szeretne, mint az, aki elment otthonról. És neki is ugyanarra van szüksége. Ennek a fiúnak is ott van a szívében az, hogy hagyj engem kibontakozni. Hogy adj teret a barátokra, adj lehetőséget a szórakozásra, az önmegvalósításra és a karrierre. Mindenki szívében, az elmenő fiú szívében, az otthon maradt fiú szívében, a mi szívünkben is ott vannak ezek a vágyak. Akár beismerjük, akár nem. És az atya ezt nagyon jól tudja. És tudja a megoldást, csak ők nem tudták. Mit csinál a kisebb? Fogja magát és elmegy. Az apa nélkül. A nagyobb meg otthon marad, és hallgat, és keserű lesz, és haragos lesz, mert nem tudja megtenni azt, amire igazán vágyott. És mindkettő tragédiája, tudjátok mi volt? Hogy ezt az atya nélkül akarták megtenni. Az atya pedig engedi. Az egyiknek is, meg a másiknak is. A kisebbnek megengedi, hogy elmenjen. Odaadja a ráeső részt. A nagyobbnak meg megengedi, hogy otthon maradjon és csendbe legyen. És egyikkel sem lesz erőszakos, egyikre sem akar semmit ráerőltetni, de egy nagyon fontos dolgot tesz, és velünk ugyanezt teszi. Ott áll a háttérben, és vár. Várja azt, hogy mikor nyújthatja ki a kezét. Várja azt, hogy mikor adhat segítséget. A tragédia az, amikor elmegy, amikor nem szól az ember Istennek, és nélküle akarja az életét megoldani. És a megoldás, az örömünnep akkor kezdődik,
amikor átlépi azt a vonalat, és egy oldalra kerülnek, ahol az Atya ott van, és vár, hogy együtt örüljön velünk. És ezt csak az látja, aki nem csak egy irányba néz, aki nem csak előre néz, aki nem csak hátra néz, hanem felfelé is. Merjünk felfelé nézni. Merjük meglátni a teljességet. Mert ezt kínálja az Atya mindkét fiának, és ezt kínálja nekünk is. Hogy hogyan vár bennünket az Atya. Pajor Andrásnak van egy nagyon kedves verse, az a címe Megérkezés. Hányszor érkezünk életünkben? A fogantatástól a születésig, a kallódástól a megtérésig, a távolságtól az ölelésig. És közben mindig az egyetlen nagy megérkezésre készülünk, ahol Isten karjaiban elmondhatjuk, mehetett volna mindez egyszerűbben. Csak túl sokszor és túl apró állomásokról hittük, hogy az már a végső beérkezés, az emberi teljesség, az érettség ne továbbja. Az Úr majd mosolyog, és mint édesapa, a járni tanuló kisdedet emeli fel, épp úgy magasztal fel ő is minket, s közben odasúgja, na fújt ki magad. Hát kifújhatjuk magunkat mellette. Kifújhatjuk magunkat mindattól, ami ránk nehezedik teherként, amit görcsösen meg akarunk valósítani, amitől nem tudunk szabadulni. És amikor elmondja mindkét fiának az Atya a megoldást, akkor summázza mindazt, amit Isten velünk tervez. Mi a terve velünk Istennek? Hát az a terve, hogy ha elveszettnek hisszük magunkat, akkor megtaláljon. Hogyha meghalunk attól, ami ránk nehezedik, akkor feltámadjunk és életet találjunk nála. Mi a terve? Ezt kell megértenünk, hogy mi a terve Istennek. A távolról érkezővel és az otthon maradottal egyaránt. Ahhoz, hogy a hozzá visszatérő és a rá visszaemlékező is értse. A neki szemrehányást tevő haragos fiú is szíve is szabaddá váljon. Ezt kell látni, amit az Atya tesz. Ő lép hozzájuk. Ma, amikor itt vagyunk, és adventben vagyunk, és adventi várakozásról beszélünk, azt kell megértenünk, szeretett testvéreim, hogy nem az a lényeg, amit mi teszünk, hanem az, amit az Atya tesz értünk. Ő lép mellénk, ő szólít, ő keres bennünket, hogy minden megváltozzon, hogy arra a másik oldalra végre úgy lépjünk át, hogy a teljességet láthassuk. A kisebbet messziről meglátja, és megszánja, és elé fut, és magához öleli, és azt mondja, milyen jó, hogy itt vagy. És a nagyobb, aki egyedül kesereg, aki kizárja magát az örvendezés lehetőségéből, ahhoz is odalép. És azt mondja, gyere be, mert nálam öröm van, mert én azt készítettem a te számodra is. És így állítja egy oldalra a testvéreket is. Így állítja az ő oldalára a távol lévőt, és a közel lévőt is. Így akar bennünket is egymás mellé állítani, ezzel a látással, hogy végre értsük már meg, egy oldalon vagyunk, egy oldalon lehetünk. Azért, mert Krisztus értünk jött, és egy oldalra állít bennünket, hogy örvendezzünk és vigadjunk,
Mert elvesztünk és megtalált. Mert nélküle meghalunk, és vele életünk lehet. Hogy meglássuk, mi történik a másik oldalon, az ő eljövetelével. Mert a másik oldalon Isten ezt tervezte, értünk, hogy Krisztus földre jött, közel hajolt hozzánk. Hogy Isten vár bennünket haza. Hogy miért és meddig? Mert szeret. Mert még tart a kegyelem ideje. És ez az advent. Az, ami a másik oldalon történt. Jézus Krisztus eljövetelével. Az mutatja, hogy milyen az a másik oldal, ahová érdemes belépni. És ha bátorságunk van felfelé nézni, akkor megnyílik számunkra is az út, hogy Krisztussal és egymással otthon legyünk az Atyánál. Hogy meglássuk, kik is vagyunk mi. Hogy mit gondol rólunk az Isten. Ezt az éneket hallgassuk meg. Ki vagyok én? Thank you.
Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk eképpen. Ki vagyok én? És köszönjük, hogy nem nekünk kell ezt megválaszolni, hanem te olyan választ adsz nekünk, amely válasz megerősítés, bátorítás, reménység az életünkre nézve. A tieid vagyunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te ezt a bátorítást adod ma nekünk. Pedig mi olyan sokszor a másik oldalon állunk. Mi olyan sokszor nem merünk rád nézni, nem merünk felfelé nézni, hanem más irányba nézünk. De köszönjük neked, hogy ha felnézünk, akkor láthatjuk meg igazán, hogy kik is vagyunk, a tieid, a te gyermekeid. És köszönjük neked, hogy te vársz bennünket, a távol lévőket és az otthon lévőket egyaránt. Arra a másik oldalra, amit olyan sokszor nem értünk, amiről olyan sokszor másképpen gondolkodunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezt a másik oldalt Jézus Krisztusban mutattad meg nekünk, aki értünk jött, hogy a te gyermekeid lehessünk, és hazavezessen bennünket. Urunk, könyörgünk, így áld meg a mi adventünket, hogy lépésről lépésre közelebb kerüljünk hozzád, és megtapasztaljuk azt az örömöt, amit te készítettél nekünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten kegyelme számunkra érthetetlen és megmagyarázhatatlan. És én azt gondolom, hogy nem is az ismeretre, nem is arra van szükségünk, hogy ésszel felfogjuk, hanem hogy a szívünkkel és a lelkünkkel értsük. Ó, érthetetlen kegyelem! Hallgassuk és fogadjuk szívünkbe ezt az éneket.
Érthetetlen, és mégis lehetőségünk van dicsérni az Urat. Helyenket elfoglalva a 479. dicséretet énekeljük záróénekül, a 479. dicséret mind a négy versét énekeljük az Örömhír Kamara Együttes kíséretével. Hinni, taníts, Uram, kérni, taníts.